Jöttünk hazafelé a műfházba lévő sportbából. Szabadnapja végén hajnalban hazafelé tartva vette észre a fiatal rendőr, hogy hatalmas füsttel ég egy több lakásos kórház egyik lakása Bonyhádon, a Percelmor utcában tavaly decemberben. Azonnal odafutottak barátaival az égő ingatlan udvarára. Az ablakok voltak kitörve, a füst jött kifelé az épületből. A bonyhádi rendőr először betört egy ablakot, majd dörömbölni kezdett, hogy felébressze a bent lakókat. Később kikísérte őket az utcára. A tűzben egy 58 éves férfi azonban életét vesztette. Ő valószínűleg már akkor megfulladt, mire a rendőrök odaértek. Bár a tragédia tavaly decemberben történt, azóta is foglalkoztatja a helyieket. A városban azt beszélik, hogy a férfit meggyilkolták és aztán gyújtották fel a házat, de ezt az értesülést a hatóságok cáfolták. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője azt mondja, az eljárás jelenlegi szakaszában bűncselekmény gyanúja nem merült fel, és büntető eljárás sem indult, bár az igazságügyi orvos szakértői véleménye még nem készült el. A férfi halálának ügyében közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a tűzeset, illetve a halál körülményeit. A tragédiát valószínűleg egy gyertya okozta, úgy tudjuk, a bent lakó férfi használta ezt világításra. A helyiek azt mondják, alkoholista volt, évek óta nem fizette a számlákat, ez miatt kapcsolták ki a házban a villanyt. A Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tűzvizsgálat keretében vizsgálja, hogy pontosan mi okozta a tüzet.